Szeretettel köszöntelek benneteket. Utána néztél annak, hogy mondjuk, mit tudom én, itt volt ez az újságcikk. Na most, vagy nem cikk, akkor nézzünk egy másikat. Beírtad már a Google-be, hogy koronavírus. Tehát koronavírus. Itt ez a koronavírus gov. Rákattintottál már. És akkor itt vannak az adatok. Hú, de rémisztőek. Nézd meg. Hú, mennyi aktív fertőzött. Atya úristen. 35 ezer Budapesten, 157 ezer vidéken. Ó, gyógyultak is vannak viszont, nézd meg, még a felese. Vagy mondjuk durván a fele. Elhunytak mennyien vannak? 5 ezer. Igaz, hogy Kínában is körülbelül ennyi. Nem, több, az mennyi? 6900. Kínában kevesebb. Kínában csak 5000 valahány száz elhunyt van, mióta van koronavírus. Hú, de érdekes. Na mindegy, nem hiszed, nézz utána. Akkor itt van mintavétel. Hú, már 2,3 millió. Ó, tényleg mekkora számok. De tényleg gondold végig. Házi karanténban is már volt eddig 47 ezer ember. Nem ennyi van, mert ugye ennyi volt összesen. Na most gondold végig, mi lenne, hogyha ide rákattintaná? Hát ne a gyógyultakra kattints, hanem az elhunytakra. Hát nézd már meg, hogy kik hunytak el. Hát nézd már meg, hogy hány évesek voltak. Itt van, meghalt. Összesen 6965 fő. Szépen szaporodott, mióta néztük. Ha megnézitek. És akkor itt vannak a legelső, és el tudsz menni a legelsőhöz. Nézzük meg, utolsó oldal. Ki volt a legelső koronavírusos? A legelső koronavírusos, kérlek szépen, az egy, aki meghalt, az egy 76 éves nő volt, szív- és érrendszeri betegségben. Na most, ha itt szépen így lapozgatsz, akkor látod, hogy ez mind vagy nagyon idős, vagy nagyon beteg, vagy mind a kettő. De olyat nem találsz, aki nem idős, és nem beteg, és érted? Tehát olyan nincs. Olyan van, hogy nem tudtak róla. De tudod milyen? Mit tudom, mondjuk 100-ból egy. 100-ból egy, hogy nem tudtak róla. Na most, ez az egyik adat, hogy meg kell nézni, hogy kik haltak meg. Te már 92 éves vagy, és allergiás, és aszmás, és strókos, és pacemakeres? Hát akkor van min aggódni. De ha nem, akkor annyira nincs, nem? Most gondold végig, vagy már 86 éves vagy, és TBC, és LC, és HT, és DM, és diabés. Mit tudom, én ki sem tudom olvasni, meg MTV, meg minden van, MVT, van itt minden. Te az vagy? Nem. Hát akkor meg minek félsz, érted? Vagy mit tudom, na látod, itt van egy 80 éves, és nincs adat. Hát régen se volt adat, hogy meghaljon egy 80 éves. A 80 évesek már adatok nélkül is meg szoktak halni. Hát én nem tudom, hogy a manóba, de megszoktak. Na most, hát gondoljátok végig, ha valaki ezt végignézni, akkor rájön arra, hogy jó, hát van koronavírus, érted? Mi aggódok? Nem az a lényeg, hogy hordasz maszkot, érted? Mert azt sajnos előírták, hordani kell, hordjál maszkot. Hanem az a lényeg, hogy félsz vagy nem félsz. A maszk alatt lehet félni is, meg nem félni is. Érted? Te hordhatsz úgy maszkot, hogy félsz, és hordhatsz úgy maszkot, hogy nem félsz. Nem? Hát most melyik a jobb neked? Hát nyilván nem az, hogy félsz a maszk alatt, hanem az, hogy azért hordom a maszkot, mert nem azért, mert félek, hanem azért, mert kötelező. Ennyi. Érted? És akkor azt mondja az ember, hogy hát jó, akkor legalább nem félek, bár hordom a maszkot. Na itt van egy 38 éves. Hát nem tudom, te olyan 38 éves vagy, aki krónikus. Mit tudom én, pancra, ki se tudom olvasni, meg alkoholos, májkárosodás. Nem tudom, te ez vagy? Hát ez vagy, akkor van mitől félned, ha nem annyira nem. Szóval itt van egy 41 éves, az is magas vérnyomásos volt egyébként. Tehát ezeket meg kéne nézni. Érted? Ha meg ilyenek vannak, akkor tényleg, akkor se féljél, mert avval sem mész semmire, csak akkor tudod, hogy nagyobb az esélyed, hogy esetleg az ráteszi az íre a pontrot. De erre tudod, mit mondanék? Az, hogy próbáld elérni, hogy ne félj.
Mert félsz, akkor az immunrendszered döglődik. Ha nem félsz, akkor meg fölemelkedik szépen az immunrendszered, és szépen ellenáll a különböző dolgoknak. És akkor még esetleg, mit tudom én, a 41 éves magas vérnyomása is megszűnne, hogyha nem félne. Mert ugye tudod, miért van a magas vérnyomás? Mert a félelemtől beszűkülnek az erek. Na erről csak ennyit. Tele van az illető félelemmel, és az erei beszűkülnek. Tudod, mit csinál az ember, mikor fél? Összehúzódik. Tehát miért magas vérnyomásos az a magas vérnyomásos? Mert félt szegény. Érted? És félelmében még kapott egy akármit is. Lehet, hogyha fölboncolták volna, netán-tán, akkor megállapították volna, hogy a koronavírus az neked, neki nem osztott, nem szorzott. Egyébként meg meghalt tüdőgyulladásban. Csak most mondtam valamit. Lehet, hogy ezt állapították volna meg. De így simán rá lehetett fogni, hát ő nem tüdőgyulladásba halt meg, hanem magas, itt nem magas vérnyomásba, bocsánat, koronavírusba, mert mindenki koronavírusba halt meg. Tehát meg minek nézhet még utána az ember? Hát nézzük meg, még minek nézhetünk utána. Tehát az ember, ez szó szerint, ha én ezt nézegettem, akkor totál megnyugtat bárkit, nem? Én nem ide tartozom, meg miért izgulnék én a koronavírus halálozástól? Ennyi. Jó? Amúgy se félek, de hát ez egy dolog. Na most akkor nézzük meg, mitől lehet még itt megerősítést kapni. Jó? Tehát van egy olyan, hogy halálozás. Magyarországi halálozás. Jó? Ez ezt jelenteni. Nézz utána. Mikor, mennyi volt a tavalyi adatok? Itt ez arra bontja le, hogy megyékben, városokban mennyi volt a halálozás, itt a végösszeg, ugye, hogy összesen az első negyed évben 37.790 halálozás volt tavaly. Most 34.630 az első negyed évben. A második negyed évben volt, azt mondja, hogy illetve az első második negyed évben, bocsánat, 68 000 vagy mennyi? 68 000, most 64 000. Jó, akkor a háromnegyed évben volt 97 000 tavaly, az idén 94 000. Tehát összességében azt mondja, hogy a háromnegyed évben ugye több mint 4 000-rel volt kevesebb halálozás az idén, mint tavaly. De ugye azt mondják, hogy ma minden nap a halálozásoknak, akkor ezek szerint a kiszámoltam, a halálozás az napi szinten olyan 360 fő körülbelül. Annyi ember hal meg naponta ma Magyarországon átlagosan. És akkor a napi koronavírusos halálozás az olyan 180. Tehát már az azt jelenti, hogy minden második ember koronavírusba hal meg. De azt megnézzük, akkor az tök jó, mert akkor eltűnt a betegségek több mint fele. Mert ugye egy csomóan meghalnak balesetben, meg egyéb dologban. Tehát a betegségek fele az nincs, mert már csak koronavírus van. Tehát milyen jó, már csak egy dolgot kell, egy betegséget kell lassan legyőzni, mert lassan már az összes halálozás az koronavírusos lesz. És ez nem csak Magyarországon van így, hanem az a világon a legtöbb országban. Most ezt de miért mondom? Hát, hogy az embert megnyugtassa, hogy hát akkor minek féljek, ha ugyanannyian halnak meg most is a nagy koronavírus járvány idején, mint tavaly, amikor nem is volt koronavírus járvány. Nem? Tehát ennyi, csak azért mondom, hogy ne félj. Ne félj, mert nem halnak meg semmivel többen itt a nagy koronavírus járványban, mint tavaly, mikor nem volt koronavírus járvány. Tehát magyarul, hogy te belehalj az idén valamibe, nem sokkal több az esély, mint hogy tavaly nem haltál bele. Érted? Miért nem sok? Annyival több az esély, hogy egy éve idősebb lettél. Ennyi. Érted? De egyébként mitől halnál meg hamarabb? Gondold végig, mit tudom én, éjszaka már nem közlekedhetsz. Tehát mondjuk éjszaka nem tud elütni az autó. Vagy nem tudsz frontálisan neki csapódni egy másik autónak, az belehalni. Milyen jó, tehát kevesebb lesz a haláleset, gondoljátok végig. Nem? Hát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a kijárási korlátozások miatt kevesebb az olyan
baleseti dolog, ami miatt az emberek meghaltak, nem? Tehát akkor szerintem semmivel nem nagyobb az esély, hogy az idén meghalsz bármibe, mint az, hogy tavaly meghaltál bármibe. Hát tavaly nem haltál meg, mert akkor nem néznéd az idei adatokat. Ennyi. Világos ez? Tehát az azt jelenti, hogy oké, nem kell félni. Meg kell tartani minden szabályt, de legalább félni nem kell. Vagy egy olyan jó rendelet lehet, hogy született, hogy kötelező félni. Hát én nem olvastam. Képzeljétek el, nem olvastam ilyet, hogy innentől kezdve rendeletbe hozzuk, hogy aki nem fél, azt megbírságoljuk. Értitek? Én nem láttam. Lehet, hogy a jövőben az ötletemre létrehoznak egy ilyen rendeletet is, hogy aki nem fél, azt megbírságoljuk. Érted? Tehát kötelező félni. De most ilyen rendelet nincs. Hát akkor miért félsz? Érted? Ha kötelező maszkot használni, használsz. Érted? Ott, ahol kötelező, ott használod. Érted? Betartod szépen a jogszabályokat, semmi gond nincs ezzel. De nem kötelező a félelem, drága barátom. Hát a félelemmel teszed tönkre az életedet. Nem a maszkviseléssel, meg nem a koronavírus fog téged megölni, hanem a félelem. Érted? Hát az a baj, hogy félsz. Tehát az ellen, hogyha valaki fél, ki tud tenni? Csak ő saját maga. Senki más. Senki más. De mondom még egyszer, minden félelemmel szemben, bármilyen félelmed legyen az életedben. Most ha koronavírustól félsz, akkor járj utána a koronavírus kérdést. Ezt a két adatot megnézed és megnyugszol. Érted? Hogy gyakorlatilag semmivel nincs több esélyed a halálra, mint tavaly volt. Illetve mondjuk egy átlag ember mondjuk 80 évet él. Jó, mondjuk például, akkor az 1/80 egy év, nem? Tehát 1/80 az hány százalék? Hát az azt mondja, hogy 1 egész, igen, mert a 100-ban a 80 megvan egyszer, az 1,1 százalék. Tehát 1,1 százalékkal öregedtél, tehát 1,1 százalékkal közelebb kerültél átlagosan a halálhoz. Na, ezt lehet figyelembe venni. Az összes többi, az azt jelenti, hogy nem halálos. Na most ezzel kapcsolatban hadd mondjak csak még egy gondolatot. Ugye? Hát én legalábbis így tudom, hogy azt teszik lélegeztetőgépre, akinek leállt az automatikus légzése. Érted? Tehát ez ugyanolyan, mint hogy most képzeld el, fognák, és normálisan dobog a szíved, és rátennék egy ilyen szívdobogtatót, tudod, hogy dobogjon. Hát erre mit érnének el, hogy leállna a szíved? Nem vicc, komoly. Tehát egy olyan gépet rátennének, ami a szívdobogást szabályozza, nem szabályozza, hanem dobogtatja a leállt szívet, érted? Hát akkor fogna és leállna a szíved. Érted? Komoly. Na most gondolj bele, hogyha valaki lélegzik automatikusan, és ráakasztanak egy lélegeztetőt, hát az bele is hal. Hát komolyan? Hát nem lélegeztetőt kell ráakasztani, aki lélegzik, hanem azt tudod, beledugják az orrába, ilyen oxigén palackon keresztül jön a levegő. Az meg nem kell lélegeztetőgép, hanem fogják is az oxigén palackot. Vagy adnak rá egy ilyen akár maszkot, így van, egy másik maszkot, ugye nem ilyen egészségügyit, hanem másikat, amin keresztül jön ugye az oxigén. És úgy vesz levegőt, hogy, mert ugye nem kap elég oxigént. Hát de az nem kell lélegeztetőgép. Hát nem is értem, hogy miért teszik azokat az embereket, akik lélegeznek, lélegeztetőgépre. Hát ez magyarázza már el nekem valaki. Hát azt kell lélegeztetőgépre tenni, akinek nem működik a légzése, leállt a légzése. Érted? Hát az elég gáz, persze, akkor rá kell rakni lélegeztetőgéppel, hogy segítse, pumpálja, érted, a tüdőt, és működjön a lélegzés. Hát de az nincs. Hát akkor nem, hogy jót tesznek neki, nem rosszat tesznek neki. Hát akkor ez egy gyakorlatilag megölik.
hogy rárakják egy lélegeztetőgépre. Ha ne lélegeztetőgépet adjanak nekik, hanem oxigént. Na, hát mindegy, ez is egy kicsit furcsa, hát nem tudom, hát el kéne magyarázni valakinek, hogy miért akarják, miért mondják azt, hogy lélegeztetőgépre kell rakni őket, mert leállt a légzésük. Mondom még egyszer, csak akkor kell valakit lélegeztetőgépre rakni, hogyha leállt a légzése. Hát akkor élesztenek valakit újra, hogyha leállt a szíve, nem? Hát most gondolj bele, hogyha most neked csinálnak egy újraélesztést, mikor dobog a szíved, meg is halsz abban a pillanatban, meg is állt a szíved. Ez furcsa, olyan, mint egy ilyen visszás világban élnénk, nem? Teljesen. Na most akkor miért kellene félni? Most eleve ott kezdődik, hogy valakit lélegeztető gépre rakjanak, akkor, hogyha ő nincs tudatánál, akkor a család beleegyezése kell. Világos ez? Tehát a család nem egyezik bele, azt nem rakhatják lélegeztetőgépre. Hát ennyire ostobák a családok. Ha meg tudatánál van, akkor mondja már, hogy ne rakjanak lélegeztetőgépre. Oké? Hát rakják az anyjukat. Nem? Hát és akkor mitől félsz? Hát ha nem fog, attól, hogy koronavírusos vagy, nem fog leállni a légzésed, érted? Nem fog leállni a légzésed. Ha csak nincs annyi betegséged, mint amit az előbb felsoroltunk. Érted? És akkor képzeljétek, van mit tudom, annyi betegsége, tényleg leáll a légzése, és akkor rárakják a hogy hívják rá, de az sokat nem segít, az belehal. Ennyi. Jó, hát ez ilyen van. Tehát biztos, hogy van olyan, hogy mondjuk egy influenzószerű vírus, érted, fogja, aztán rárakja az íra a pontot, azt az illető meghal. Igen, de mégse haltak meg többen, mint tavaly, sőt, kevesebben. Akkor miről beszélünk? És ezek tények? Ez KSH, ez nem más. Elfelejtették a KSH-t módosítani. Ja, persze, hát az lehet. Majd lehet, hogy ennek hatására módosítják. Tehát mondom, itt egy kérdés van, hogy az emberek mennyire félnek, vagy nem félnek. És akkor nézzük meg, hogy mivel foglalkozunk mi. Mi avval foglalkozunk, hogyha neked félelmeid vannak, vagy problémáid vannak, akkor adjunk rá tudást. Bármilyen félelmeid legyenek, bármilyen problémáid legyenek, legyen hozzá tudásod, ezáltal legyen hozzá megoldásod. Világos ez? Ezzel foglalkozunk. Miért foglalkozunk ezzel? Mert én kaptam egy küldetést a fentiektől. Azt írja nekem a múltkor valaki, le is tiltottam a tanulók, vagyis nem a tanulók, a regisztráltak közül, írja nekem valaki, hogy miért nem, ja, itt van, hogy miért nem adjuk ingyen a tudást. Ja, akkor ugye nem írtam neki vissza semmit, csak kitöröltem a regisztráltak közül. Csak mondom, ha esetleg valaki hallgat, hogy és ingyen szeretné kapni a tudást. És hol a csere? Ú, de te nagyon tisztességes ember vagy. Te ingyen akarsz kapni mindent. Hú, szuper! És akkor még írta magáról, hogy ő etikus. Hú, de etikus valaki, aki ingyen akar bármit. Hát ez ott kezdődik, hogy csere. Jó? És akkor úgy néz körül a világban, hogy mennyire adják azokat a tudásokat, ahol mondjuk van egy félelmed, és arra adnak megoldást. Vagy van egy problémád, és arra adnak megoldást. Akkor nézd meg, mennyit fizetsz érte. Jó? És akkor rájössz, hogy Billy belógott eddig a kezed. Mert rájössz, hogy ott úgy kezdődnek, hogy 4000 forint minimum óránként. Nem 330, hanem 4000. Oké? Jó, tehát akik ingyen akarják a tudást, az akkor keresgessenek a YouTube-on, és tudást nem fognak kapni. Ennyi. Jó? Mert hogy módszereket nem fognak kapni, az hód biztos. Tehát nem tudsz olyan félelmet, vagy nem tudsz olyan problémát mondani ma a Földön, amire ne küldenének információt a fentiek. Ennyi. Jó?
és mondjuk akár 3 percen belül. Ennyi. Na most, de ha ez valakinek nem ér elege, nem ér ennyit se, hát akkor az várja, hogy bekerüljön az aranykorba. Ennyi, úgyse fog. Ezt mondom előre. Oké? Jó, tehát nekünk az a dolgunk, hogy az embereknek tudást, módszereket adjunk, hogy tényleg az életük minden területén képesek legyenek boldogulni. És ha az emberek az életük minden területén képesek boldogulni, akkor nem lesz harc, hanem béke lesz. Nem lesz gyűlölködés, hanem szeretet lesz. Nem lesz elnyomás, hanem szeretet lesz helyette. És ha az emberek békében, szeretetben és boldogságban tudnak élni, akkor létre lehet hozni az aranykort. Érted? Ahol megtanulják majd az emberek azt, hogy hogyan kell működni magasabb rendű létformában. Tehát az aranykornak az lesz a tanulási feladata, hogy megtanuljunk, hogy hogyan kell működni a magasabb rendű létformában. A magasabb rendű létforma az akármilyen hihetetlen, az isteni létforma. Tehát az isteni létformában. Az isteni létforma az angyaloknál kezdődik. Jó? Tehát még egyszer mondom, az isteni létforma az angyaloknál kezdődik. Tehát hogyan kell működni mondjuk angyalként. Érted? Mert ott is van egy hierarchia, és a hierarchia alján vannak az angyalok a magasabb rendű létformában. És meg lehet az aranykorba tanulni azt, hogy hogyan legyél angyal. De nem földi, nem emberi testben lévő angyal, hanem szó szerinti angyal. Oké? És utána az angyal létformában lehet tovább fejlődni. Oké? És ott is van 7 fejlődési szakasz a fenti létformában. És annak az alja az angyal. Szóval lényeg az, hogy de hát te biztos tökéletesen elégedett vagy ezzel a világgal, hát az, ha neked jó, akkor te így jártál, ennyi. Oké? Jó? Tehát még egyszer, egy tanulsága van a mai képzésnek, hogy küszöböld ki a félelmeidet, és küszöböld ki a legfontosabb félelmet, ami most van az életedben, jó? És akkor utána kezd el kiküszöbölni az összes többi félelmet. Ha ebben elakadsz, akkor ránk számíthatsz. Ha nem akarsz ránk számítani, akkor meg így jártál. Ennyi. Jó, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket. Szeretlek benneteket. Köszönöm szépen, hogy ezt a hétvégét legalább így interneten keresztül együtt lehettünk, és köszönöm szépen a családomnak, hogy eljöttek velem, és találkozunk ugye ugyanúgy az interneten keresztül szerdán, és reméljük, hogy hamarosan majd személyesen is tudunk találkozni. Szeretlek benneteket, sziasztok!